Szerda reggel rendkívüli ülést tartottak a képviselők, ahol a város két már korábban sikeres pályázata kapcsán döntöttek. A Zöldváros projekt egy 1,5 milliárd forintos beruházás, amely során megújul a Kossuth téren álló könyvtár épülete, a belvárosi piac és a környező területeket is zöldebbé teszik. Nagyon-nagyon sok és kemény munka van abban, hogy a város megnyerte ezt a 1,5 milliárdos pályázatot. Nagyon sokat lobbiztunk, azért érveltünk, és próbáltuk megjeleníteni az igazunkat minden fórumon, hogy a 60-i pályázatok igenis, hogy 100%-osak, vagy közel 100%-osak, és igenis, hogy szakmailag jók és megfelelőek. És azért kellett döntenünk rendkívüli testületi ülésen, mert azon vagyunk, hogy ez a pályázat minél gyorsabban és minél előbb elinduljon, és minél gyorsabban megvalósuljon, hogy a 60-iak minél előbb tudják élvezni ennek a pályázatnak adta előnyeit. Már beszámoltunk arról, hogy egy pályázatnak köszönhetően 60 millió forintból megújul az Arany János utca. Egy belügyminisztériumi pályázat volt, amelyből 30 millió forintot nyertünk el a kivitelezés költségéből, a maradék részt pedig az önkormányzatnak kell hozzátenni önerőben, ami nagyjából egy 50%-os finanszírozást jelent. A polgármester kijelentette, azon dolgoznak, hogy ugyanilyen módon a Bajcsy-Zsilinszky út is minél előbb megújulhasson a városban.